megszívesen, csak az első földet érték, nem? Én aztán első földbe jól léptünk a játékba. Úgy, amit elvártunk csapatról, az agresszív legyen. Azt 75%-ban telesítették. Fél időben vezettünk Gedmóra, a vezető ellen. Úgyhogy azzal első fülővel maximálisan meg voltam elégedve, persze, hogy voltak olyan dolgok, amin meg dolgozni kell, főleg taktikai jellegűek. A másik fülővel viszont attól féltem, hogy a Honvéd a másik fülő elején, hogy gólt rúgjon, bekövetkezett, és onnantól a csapat mentálisan visszaesett a földeken. Egyednél volt egy 100%-os zicserünk, azt nem rúgtuk be ellentámadásból, mi kaptuk a gólt, és onnantól kezdve tulajdonképpen a Honvéd kivézett. Ott onnantól kezdve hiányzott a tempó, hiányzott a dinamika, agresszivitás a játékunkból. A játékosok féltek, szóval ilyenkor nagyon nehéz mit mondani. Nem marad más hátra, mint hogy gratuláljuk a Honvédnak 3 pontot. Köszönjük, kérdések. Parancsoljuk. Magnál Zalán nemzeti sporttól. Hanyadik Honvéd gólnál adta fel a csapat, mert szerint a mérkőzést? Gondolom a másik gólnál. Másik. Egyednél, ahogy mondtam, volt a 100%-os zicserünk, azt nem rúgtuk be, bekaptuk a másik gólt, és nagyon nehéz egy olyan csapatnak, amelyik utolsó két meccset úgy elvesztette, hogy elvesztette, és utána tulajdonképpen, ahogy mondtam, hiányzott a tempó, hiányzott a dinamika, agresszivitás, nem tudtuk leütközni középpályán, azt csináltak, úgy mentek át a középpályákon, ahogy akartak. Úgyhogy másik gólnál tudtam, hogy nehezen fog visszajönni a játék. Kérdés, Lázár Fámiról tudjuk, hogy ő klasszis játékos, de ma még talán jobban is játszott, mint bármikor az egész bajnokság során. Szinte azt csinálta, amit akart, hogy ebben benne volt az önök is benne voltak ebben, hogy ő ennyire szabadon játszott ma, vagy... Én azt hiszem, hogy első félidőben annyira lazán nem tudott játszani, mikor agresszívak voltunk, kiléptünk rá, és nyomással át tudtuk kezdeni, viszont a másik félidőben ez mind hiányzott. A másik félidőben én azt hiszem, hogy az élet egyik legkönnyebb meccs volt, lehet, hogy hattuk játszani, azt csinálhatod, amit akartunk, hogy ritkán látok ilyen ilyet a legmagasabb szinten fotballon, úgyhogy de ezen dolgozni kell, tudtam, hogy sok munka vár rá, hogy jövő héten ezeket a dolgokat bizonyban nagy valamilyen szinten helyre tudjuk hozni.